csillagavatónkat én már második alkalommal rendeztük, tehát a Hódmezővásárhelyi kiállításon. Első alkalommal 2012-ben, akkor gondoltuk azt, hogy az eddig meglévő összes eddigi nagydíjasunknak állítsunk emléket. A Cemex Allianz 1997 óta csinálja a hátam mögött látható úgynevezett Walk of Fame nevű kis külön kiállítását. Ezt magyarra lefordítva hírességes sétányának lehetne mondani. Az ötletet Hollywoodból hozták, ahol tudjuk, hogy a hírességeknek van egy ilyen sétány, amit valóban így hívnak, hogy Walk of Fame. Világhírű színészek egy csillagot kapnak. Mi is úgy gondoltuk, hogy ha már van egy ilyen hírességek sétánya, valóban rendkívül híres teheneink vannak. Az elmúlt 21 évben számos nagydíjas tehén apja szerepelt Cemexes bikaként. Úgy gondoltuk, hogy ezeket a csodálatos és nagyszerű teheneket állítsunk nekik egy emléket, megérdemlik. Csodálatos tehenek, fantasztikus állatok, egyedi állatok, és így persze nem csak a teheneknek állítunk emléket, hanem a tenyésztőnek és annak az évnek is, amikor ők győztek. A mai nap volt a 8. csillag avatása a Margo nevű tehénnek, amely a Ridben Charge nevű bikánk lánya. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ismét egy nagydíjas tehének adhattunk csillagot, és különösen azért, mert a tenyésztője Dézsi Imre úr számunkra is nagy öröm, megkapta 2014-es év tenyésztője díjat, ami egy csodálatos aranygyűrű, amelyet a Holstein Friss Tenyésztők Egyesülete adományozott a számára. Margo jelenleg jól érzi magát, az éjszaka sikerült neki ismét leborjazni, aminek nagyon örülünk, hogy megint üszőborjút hozott a világra, és így most már 3 üszője van neki, aki él és virul. Tehát én azt mondom, hogy ennek a dolognak, ami történt a tavalyi esztendőben, az idei esztendőben is, én nem tudok erre mit mondani, mert ennek nincsen titka, ez én nálam egy szerencse volt, hogy így jártam, hogy belecseppentem ebbe a körbe, felfedeztek bennünket, és azóta, hál' Istennek, tudunk újabb egyedeket felmutatni, amivel eredményeket érünk el. És hát nálunk ez úgy alakult ki, hogy tulajdonképpen mindig arra törekedtünk, hogy minél jobb szaporítóanyagot vegyünk, mert mi ebből élünk. Az volt a célunk, hogy minél többet tejet termeljünk, minél jobb beltartalmat érjünk el. Nekünk ez volt a célunk. Hát ez most, hogy ide bekerültünk, így kaptuk meg ezt a lehetőséget, hogy ezeket az eredményeket, díjakat el tudjuk vinni.